Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Július 27-én portálnap van, ami azt jelenti, hogy kinyílik szimbolikusan egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, kinyílik egy ajtó a spirituális területre, és mindennek van gyógyító hatása is. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul, egy portál nap szertartást. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a videóban. Az, hogy mikor van egy portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám egy misztikus szám volt, és ők úgy tartották, hogy ez a szám szerencsét is hoz. Ez a portálnap, július 27-e, ez a 19. hullámban van. Ez alatt az idő alatt vannak tervek, amit szeretnénk megvalósítani. Itt van egy új kezdet, egy új irány, de még vannak akadályok. Ez alatt az idő alatt fontos, hogy az akadályokat eltávolítsuk. Július 27-e ez a portálnap, ez a második nap, ebben a 19-es hullámban. És ez azt jelenti, hogy vannak kapcsolatok. Ez lehet baráti kapcsolat, munkahelyi kapcsolat, családi kapcsolat, vagy a párkapcsolat. Ez a nap, ez a kettes szám utalhat szerződésekre is. Adásvételi szerződésre, bérleti szerződésre, munkahelyi szerződésre például. A maja naptárban minden nap van egy szimbólum. Ezen a portál napon szív a szimbólum. Und szív bedeutet bagoly madár. Ez látható a képen. Tehát a bagoly most a szimbólum ezen a portál napon. Jelenti az éjszakát, a titkokat, az álmokat, a vágyakat. Amit a bagoly madár még szimbolizál, ez a bölcsesség, hogy okos döntéseket hozunk, vagy valaki ad számunkra egy bölcs tanácsot, vagy tanulunk valamit. Összefoglalnám azt, hogy milyen témák vannak most ennél a portál napnál ezen a szertartáson. Először is a spirituális terület, a lehetőségek. Azon kívül a gyógyító erő. Téma lehet az is, hogy milyen akadályok vannak egy új iránynál, egy új kezdetnél, hogyan lehetne ezt megoldani. A téma lehet a kapcsolat is, hogy legyen egy szép párkapcsolat, vagy kialakuljon egy baráti kör, vagy hogy jól megértsük egymást a kollégákkal, ott legyen egy szép, harmonikus kapcsolat. Azon kívül kihat bizonyos szerződésekre is. Amit még ez a nap, ez a portálnap jelent, ez a tudás, a tanulás, a bölcsesség, az éjszaka, a titkok, és természetesen a belső hang,
vagy az álmok üzenete, az intuíció. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!